Jól érzitek magatokat? Igen! A Bregyóban tartalmasan telik a vakáció, jó ide jönni, ez nem is kérdés, mondják a gyerekek. Jelenleg is közel 400-an töltik itt a szünidőt. A város napközis táborában idén is kibővült tartalommal, rengeteg érdekes és színes programmal várják az általános iskolásokat. Tudjuk, hogy az itt lévő gyermekek közül minden negyedik gyermek esetében a teljes ellátást az önkormányzat biztosítja. A másik negyede vonatkozásában is körülbelül 50%-os támogatást biztosít, és egyáltalán a teljes táboroztatásnak alapvetően a költségvetési hátterét az önkormányzat teremti meg, hogy aztán persze segítségül hívjuk azokat a székesfehérvári elkötelezett pedagógusokat, akik a nyári szünidőben is vállalják azt, hogy gyermekekkel foglalkozzanak itt a Bregyóban a nyári táborban, és értelmes minőségi programokat és elfoglaltságot nyújtsanak a gyermekeknek. Vannak, akik visszatérő vendégek a táborban, a színes programkínálatban pedig mindenki megtalálhatja a számára kedves elfoglaltságot. Lehet itt sok mindent csinálni, focizni, sportjátékok, kézműves dolgok. Én most ilyen gyöngyfűzést csinálok, egy karkötőt az én anyukámnak, és a kedvenc foglalkozásom a hetes vonás. Természetesen idén is lesz mód pótjelentkezésre, amit a tábor kezdete előtt 72 órával előbb lehet megtenni. Van pótjelentkezésre mód, minden szerdáig, a következő hétre még be lehet itt a recepción fizetni, a mindenkori napközis díjnak megfelelő összeget, tehát ugyanazt, mint amit az iskolába fizetnek. Ebben háromszori étkezés kap a gyermek, reggelit, ebédet, illetve uzsonnát. Nagyon jó az ellátás, ízlik a gyerekeknek. A tábor díja ezúttal is a mindenkori napközis térítési díjjal egyenértékű, és a kedvezmények is igénybe vehetőek.